Kellemes napsütéses időben fogadta öreg fiúk csapatunk szoros bajnoki ellenfelét, a BVSC-t. A találkozó különleges volt, hiszen a kezdőcsapatban kapott helyet NB1-es csapatunk trénere, Thomas Doll, még másodedzője Ralf Zondik a kispadon várt a bevetésre. A mieink egyébként az Ulicska, Szűcs, Milovanovic, Keller, Bubcsó, Nyilas, Kapics, Lipcsei, Desatnik, Doll, Vukovic kezdő 11-jel vágtak neki a találkozónak, amelyen Keller egy kapufával jelezte, hogy otthon akarják tartani a 3 pontot. A vezetést egy csodás támadás végén szereztük meg. Kapics keresztlabdáját Lipcsei tálalta középre, Vukovic pedig érkezett és a hálóba fejelte a labdát. A mieink végig domináltak, és a második gólukat egy 11-esből szerezték meg, amit Nyilas Elek értékesített. A félidőben Thomas Doll kiszállt a játékból, míg kollégája Ralf Zundik a félidő felénél debütált a Ferencvárosban. Az aktív pályafutása során kapusként szerepelt szakember egy csodálatos csukafejessel 3-0-ra növelte előnyünket. A folytatásban még Lipcse is értékesített egy zicsert, a gólpassz Zundik adta, így csapatunk egy jó ellenfél ellen magabiztos 4-0-es győzelmet aratott, és tovább harcol a bajnoki cím megvédéséért.